A háború kirobbanása óta a nagybégányi kistérségben több mint 600 a háború elől menekülni kényszerülő személynek biztosítottak menedéket a kistérségben kialakított menekültszállásokon. Beregdéden a Csengőcske óvodában alakítottak ki ideiglenes szállást és biztosítottak teljes ellátást a menekülteknek. A Csengőcske óvodában jelenleg 23 ember tartózkodik állandó jelleggel, viszont 55 ember fordult már meg nálunk kisebb, rövidebb távon, volt, aki csak megaludt, 2 napot, 3 napot, aztán lehetőségükhez mérten továbbálltak, gyerekeket, nőket, férfiak átszállították határon túlra, és akkor a férfiak többsége visszament a városukba, viszont leginkább az idősebb korosztály, a nők és a gyerekek tartózkodnak nálunk. Vannak olyanok, akik teljesen egy hátizsákkal érkeztek hozzánk, semmi nélkül. A helyzetük kilátástalan. Nem tudják, ha esetleg véget is ér ez az egész, akkor hová tudnak, lesz-e hova hazamenniük. Van olyan közöttük, akiknek már nincs meg a háza. Leonid már másodszor menekül az orosz agresszió elől. 2014-ben a Krím-félsziget annektálása miatt kellett elhagynia otthonát. Most másodszor kényszerültem elhagyni az otthonomat. Első alkalommal 2014-ben a Krím annektálásakor kellett eljönnünk. Sajnos a nemzetközi szervezetek nem vontak le megfelelő következtetéseket, és ennek eredményeként sodródtunk bele ebbe a tragédiába, amiben most élünk. Most második alkalommal is el kellett hagynom otthonomat, ezúttal Kijev környékéről, amikor élesedtek a harci cselekmények. Először a gyerekeink jöttek ide Beregszászra, és a helyieknek köszönhetően kaptak szállást. Nagy köszönettel tartozom a helyi vezetőknek és lakosoknak, az önkénteseknek, akik segítik a menekülteket. Mi sem ülünk itt öbetett kézzel, hiszen mi is csatlakoztunk önkéntes csoportokhoz, hogy segíteni tudjuk sorstársainkat. Minket nagyon szívélyesen fogadtak ebben az óvodában. Kialakították számunkra a megfelelő feltételeket, így dolgozni is tudok távmunkában. Összességében elmondhatom, hogy nekünk nagy szerencsénk van azokhoz képest, akik most is átélik ezt a brutális agressziót. A magyarországi humanitárius adományoknak köszönhetően a kistérség összes befogadóhelye el van látva, emelte ki Nagy Anna, a Nagybégányi kistérség polgármestere. A Nagybégányi kistérség 11 helyen biztosított ezeknek az embereknek szállást és ellátást, összesen 350 férőhellyel. Több százan fordultak már meg. Az első hetekben azt vettük észre, hogy 24 órát marad, az embereknek a 90%-a azok mennek tovább a határa, egy éjszakára maradtak, de most az utolsó héten azt lássuk, hogy 90% itt marad, és jó az a 10%, hogyha átmegy a határon. Ezek az emberek már azok, akik azt várják, hogy vége legyen a háborúnak, és tudjanak hazatérni, akiknek még van hová hazatérniük. Testvértelepüléseink nagyon aktívan részt vesznek ebben a segítségben, ezben a humanitárius segítségnyújtásban. Van olyan testvértelepülésünk is, aki 4 busszal érkezett, és már 2-szer is volt hozzánk, csak hogy tudjon segíteni, ez Iregszemcse. Többek között a helyiek is megmozdulnak, tehát baráti kapcsolatok révén, akik már külföldre költöztek ezekről a településekről, azok is próbálnak segíteni, tehát ma is egy ilyen segély érkezett Dédába. Úgyhogy nagyon sokan próbálnak összefogni, és ez nagyon dicséretes, és köszönünk érte. Ez a háború mindenkit megrendített. Mi kapcsolatban állunk a cégünk egy ukrán vállalattal, elég sok árut vásárolunk békeidőben, és hát mivel van kapcsolódás, meg az én gyökereim, ugye én kivándoroltam Magyarországra, és nagyon szíven ütött ez a háborús helyzet, a rengeteg menekült, és a főnökeim úgy döntöttek, hogy egy küldeményt gyűjtünk össze a dolgozókkal együtt, és így lett ez a szállítmány összehozva. Felvettük a kapcsolatot az óvodával, és mondták, hogy mire van szükségük, takarókra, hálózsákokra, száraz élelmiszerre, bébi élelmiszerre, tehát ami
amit úgy gondolunk, hogy magunk is, magunknak is hasznára válna, ha egy ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor azt igyekeztünk összegyűjteni. A nagybégányi kistérségben a menekült szállásokon több száz, a magánszektorban pedig több ezer a háború elől menekülő talált biztonságos menedékre.